A Budai Híradót látják, köszöntöm Önöket! Folytatódik a közösségi tervezés a normafa rendbetételéről. A kezdeményezés lényege, hogy a kedvelt kirándulóhely fogyatékkal élők számára is teljes körű élményt nyújtson. Ehhez a hegyvidéki önkormányzat a sérült embereket szolgáló intézmények, egyesületek javaslatait várta. Ezeket gondolták tovább közösen az önkormányzat és a szervezetek képviselői. Vakok számára is biztonságos túraútvonal, apadok és egyéb akadályok burkolati eltéréssel történő jelölése, valamint a mozgássérültek által is használható játékok kialakítása. Többek között ilyen javaslatok érkeztek a sérült embereket szolgáló intézményektől a normafa közösségi tervezése során. Ezeket beszélték meg a szervezetek képviselőivel közösen a hegyvidéki önkormányzat munkatársai. A felnőtt napközi otthon egyik testnevelő tanára találta ki, hogy hol lehetne olyan túrát, kirándulást szervezni, ahol kerekesszékkel végig lehet menni, persze vezetve a kirándulást, segítve őket, és nem csak kerekesszékeseknek, hanem a kísérőiknek, épeknek, barátoknak, családnak a részvételével is. Vakoknak hol tudunk túrát végigvezetni, esetleg értelmi fogyatékosoknak, hol tudjuk ugyanezt megtenni. Itt szükség van a Normafa Park intézmény segítségére, hogy ezt a kirándulást megszervezze, a látnivalókat végig gondolja, ezt egy programmá tegye. A közösségi tervezés lényege, hogy a normafa és környéke olyan módon újuljon meg, hogy az a fogyatékkal élők számára is teljes értékű élményt nyújtson. A Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidős Sportszövetsége például javaslatot tett arra, hogy alakítsanak ki több parkolóhelyet mozgássérültek számára. Kiemelték, a jövőben önkéntes munkával is lehetne segíteni a sérült embereket kirándulás közben. Mi azt javasoltuk, hogy már most a fejlesztés és az építés időszakában kezdjünk el olyan önkénteseket, olyan szakembereket keresni, képezni, akik majd akkor, amikor ez igazából nagy üzembe fog működni ez a normafa és környéke, képesek lesznek arra, hogy a fogyatékkal élő embereknek segítséget nyújtanak. Ez nem egy külön szaktudásnak kell lennie, ez úgy gondoljuk, hogy a szakembereknek, az ott lévőknek belülről kéne fakadnia, de egy pici segítséggel mi vállaltuk azt, hogy érzékenyítjük ezeket az embereket, az önkénteseket és a szakembereket. Az önkormányzat speciális játszótér kialakítását tervezi a Gennaro Verolino iskolával szemben. Ennek kivitelezéséhez az intézmény munkatársai több javaslatot is tettek. Örömmel vennénk, hogyha ott a fogyatékkal élők és az épek is együtt játszhatnának. Problémát jelent időnként a gyerekeinknek a testsúlya, hogy teherbíró játékokat tegyenek lehetővé, tehát hogy tegyenek oda olyan játékokat, ami elbírja a gyerekeinket, illetve hogy együtt játszhassanak a különböző fogyatékossággal élők, és esetleg a felnőttek is, mert gyakran meghívnak bennünket a gyerekek játszani, és ez nem mindig megoldható, mert nem férünk bele a játékeszközökbe, tehát nekünk is esetleg ez jó lenne. Autista gyerekeinknek egy-egy pihenő sarok kialakítása nagyon hasznos lenne. A közösségi tervezés következő lépésében hamarosan közös bejárást tartanak az érintett szervezetek és az önkormányzat munkatársai a Normafán.